Kárpátalján az áramkimaradások okozta nehézségek jelentősek. Az orosz-ukrán válság miatt az ott élők hiányt szenvednek az alapvető infrastruktúrális feltételekben és alapvető élelmiszerekben. A Polgári 60-ért Közhasznú Alapítvány emiatt a határon túl élők részére gyűjtött adományokat, amelyeket Makkos-Hogykára vittek. A település idéglenes gyűjtő és átadó helye az élelmiszereknek, tisztálkodószereknek és energetikai tárolóeszközöknek. Polgári 67 Közhasznú Alapítvány immáron harmadik alkalommal folytatott gyűjtést. Itt tulajdonképpen cégek, önkormányzatok, rengeteg magánszemély és hát adakozásból gyűlnek össze ezek az ajándékok. Kárpátaljára juttattuk el eddig mind a három alkalommal. Ebben elsősorban élelmiszerek, most például műszaki dolgok. Ugye tudjuk, hogy az energiával akit mekkora probléma van, tehát ilyen inverterek, különböző energetikai tárolók, továbbítók, tehát ilyen eszközöket, amire ott szükség van. Mindig ugye az a lényeg, hogy ők mit kérnek, és abba tudunk nekik segíteni. De hoztunk most tisztálkodási szereket, hoztunk lisztet, hoztunk cukrot, szintén a kérésnek megfelelően próbálunk nekik segíteni azokban a dolgokban, amik nincsenek. A település választás oka az, hogy Heveshez mérten közel található az ukrán határhoz. A gyűjtésben nagy szerepet vállalt a két éve alakult Quercus Egyesület is. Hogy most van ez a kárpátaljai helyzet, az ukrán háború, úgy éreztük, hogy most itt az esély és lehetőség arra, hogy segítségünket mutassuk, jobb kezünket, és jött egy lehetőség, hogy egy kárpátaljai lelkészen keresztül tudunk adományokat juttatni, jó szándékú embereket megtaláltuk hozzá, és eljutattuk a megfelelő helyre. Az adományok a Máramaros Ugocsai Egyházmegye három községébe, Királyházára, Tekeházára és Fekete Erdőbe kerülnek. Megkérdezték, hogy mire lenne szükségünk, és elmondtam, hogy most ebben a helyzetben leginkább azokra a dolgokra lenne szüksége az ott lévő embereknek, ami az áram kimaradás idején segíti őket abban, hogy valamilyen szinten mégis megoldható legyen az áramellátás, így úgynevezett áram átalakítókat kaptunk, amelyek akkumulátorhoz kapcsolva majd biztosítják akár a kazánnak a működését, vagy elektromos hálózatot, tehát villany, mert a kimaradások az elég hosszú kimaradások, ez több órát jelent naponta, sőt egyre kevesebb az az idő, amikor áram kimaradás van, itt a tegnap este, hogy figyelgettem, másfél óráig volt áram, volt egy ilyen időszak, és épp a párom mondta, hogy ez még annyira se elég, hogy egy mosógépet elindítson, és esetleg kimosson. A lelkész elmondta, hogy a most szóban forgó települések a református szeretett szolgálattól is szoktak segítséget kapni, amiért szintén hálásak.